Folytassuk is a raktáros elméletet a raktározási menedzsment 16. részével. Ismertesse az emelőgép biztonsági szabályzat tartalmi elemeit. Mutassa be az emelőtargoncák használatára vonatkozó előírásokat, az emelőgépek vizsgálati fajtáit, valamint a karbantartási követelményeket. Ismertesse az emelőgép ügyintéző feladatait. Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Az emelőgép biztonsági szabályzatban szereplő fogalmak, az emelő targoncák működésének előírásai, emelőgép vizsgálati fajtái és vizsgálatok sorrendje, emelőgépek karbantartása, illetve az emelőgép ügyintéző feladatai. Az emelőgép biztonsági szabályzat tartalma a hatályban lévő emelőgép biztonsági szabályzat kötelezően előírja az emelőgépek, gépi targoncák időszakos biztonsági vizsgálati kötelezettségét, mely szerint háromféle vizsgálatot különböztetünk meg, szerkezeti vizsgálatot, fővizsgálatot, illetve időszakos biztonsági felülvizsgálatot. A szerkezeti vizsgálat célja, hogy a gép olyan nagyobb volumenű meghibásodását feltárja, amely a gép munkabiztonságát veszélyeztetik, ami kiterjed a gép dokumentációjára is. A fővizsgálat egy részletesebb vizsgálat, tartalmába magába foglalja a szerkezeti vizsgálatot is, a gépet részletes és szigorúbb vizsgálat alá helyezi, a dokumentációt is beleértve. Az időszakos biztonság felülvizsgálatot eredendően a munkavédelmi törvény írja elő, és ez szerint azt legalább 5 évente veszélyes munkaeszközök esetén el kell végezni. Tehát ezt a felülvizsgálatot 5 évente kell elvégezni veszélyes gépek esetén. A vizsgálat kiterjed a gép és a környezetre. Illetve környezete biztonságot érintő kérdéseire. De alapvetően a gép műszaki állapotának vizsgálata nem tárgya, kivéve a biztonsági berendezéseket. A gépek üzembe helyezésekor meg kell határozni az üzemi csoportszámot, amely a napi átlagos működési idő a terhelhetőség kihasználásának függvénye. Az üzemi csoportszám alapján meg kell határozni a vizsgálati rendet. Az emelőgépek üzemeltetésének előírásait alapvetően az emelőgépek biztonsági szabályzata tartalmazza. Nézzük is meg, hogy ki is ez az, az üzemeltető. Aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője, és az emelőgép üzemeltetését kiszolgáló személyek, tehát emelőgépkezelő, kötöző, munkáltatója vagy közvetlenül, illetve áttételesen megbízója. Tehát üzemeltető az, aki a gép tulajdonosa vagy a bérlője. Tehát akinek tulajdonjoga van, vagy bérleti joga. Nézzük is meg, hogy ki az emelőgépkezelő akkor. Aki az emelőgépet jogosult működtetni, és ezzel a feladattal megbízták, Egyébként ez a megbízás írásosnak kell, hogy legyen, tehát írásos megbízást kell kapnia, nem szóbelit. Tehát a munkakörbe is be kell venni. Így a hivatalos. A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni, és abban műszakonkénti vizsgálatokat, esetleges meghibásodásokat, azok elhárításának tényét és a felülvizsgálatokat rögzíteni kell. Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások a következők. Köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket, és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését. Az emelőgéppel való munkavégzés megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik senki. Minden műszak megkezdési előtt meg kell vizsgálni az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát, így különösen például a vészleállítókat, figyelmeztető jelzőberendezéseket, minden hajtómű rendeltetésének megfelelő működtetést, a véghelyzet kapcsolókat, minden mozgásfékének üzemszerű működését, az egyes mozgásokba beépített reteszeléseket, a teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket. És egyébként az emelőgép kezelő csak az lehet, aki vizsgával rendelkezik, vagy jogosítványjal. Tehát csak az kezelhet emelőgépet. Ezt így hozzátenném. De folytassuk is tovább. Amennyiben hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, az köteles felettesének jelenteni, valamint az emelőgép naplójába bejegyezni. A rendellenességnek megszüntetése után kezdheti meg az üzemszerű használatot. Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelgő, emelőgép hatókörében tartózkodókat. Ha van az emelőgépen hangjelző készülék. Egyébként most már általában van, meg mint a képen látunk, fényjelző készüléket is most már felszerelnek, hogyha beindítjuk, automatikusan elkezd világítani hogy felhívja a figyelmet. És ugye minden indulásnál meg kell nyomni ugye a dudát, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mi elindulzunk, úgyhogy számoljanak ránk. A terhet először úgy kell megmozdítani, emelni vagy sűlyeszteni, hogy az éppen csak elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítani. A terhet tovább emelni, illetve süllyesztés folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés az emelőmű fékének működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. A villamos üzemű emelőgépet üzemszünet alkalmával le kell választani a hálózatról, és a főkapcsolót kikapcsolt helyzetben biztonsági záratát lakattal le kell zárni, és ellenőrizni kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt maradó részek, tokozott szekrények, melegítő, fagyásgátló ellenállások, biztonsági világítás nem okozhatnak-e tüzet? A kezelőhely fűtésének, szellőztetésének elektromos berendezései nem maradtak-e feszültség alatt? Valamennyi emelőgéphez, például darók, futómacskák, macskák, emelődobok, emelőberendezések, emelő targoncák, raktári felrakógépek, külön-külön emelőgépnaplót kell rendszeresíteni. És az üzemeltetésük során azt napra készen kell vezetni. A darukönyv vagy annak megfelelő, az adott gépre kidolgozott hasonló dokumentum nem helyettesítheti az emelőgépnaplót. Az emelőgép napló nem az üzemórák nyilvántartására való. Az emelőgép kezelőjének az emelőgép napló vezetésével összefüggő legfontosabb kötelezettségei. Az emelőgép naplót mindig a kezelőhelyen kell tartani. Minden műszak kezdetekor, a vizsgálat elvégzése után annak eredményét a naplóba be kell jegyezni, a vizsgálat befejezési időpontjának, tehát nap, óra, perc feltüntetésével, amit ugye aláírással kell hitelesíteni. Meghibásodás észlelésekor napló bejegyzés mellett, vagy a közvetlen munkahelyi vezetőt, vagy a karbantartót értesíteni kell. Hiba elhárításáig az emelőgép nem üzemeltethető. A karbantartás után a karbantartó, az elvégzett munkát köteles a naplóba bejegyezni és azt aláírni. Az emelőgét naplóba kell bejegyezni a rendkívüli eseményeket és az idősakos vizsgálatok, például szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat, időszakos biztonsági felővizsgálat időpontját és eredményét, illetve a berendezés a biztonságos munkavégzésre alkalmas, például ezt az eredményt beírni, vagy beírni azt, hogy nem alkalmas. Attól függ, hogy mit állapít meg a karbantartó. Az időszakos vizsgálatok eredményét, a vizsgálat megtörténtét és eredményét az azt végzőnek kell beírni és aláírnia. Természetes módon ezt is az emelőgép naplóba. Fővizsgálat. Az egyik legfontosabb és legösszetettebb felül, felülvizsgálói feladata. A megvizsgált berendezést minden esetben és a vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. Amin belül vizsgálni kell az adott gép teljes működését, terhelhetőségét, szerkezetének állapotát és minden olyan elemet, ami az egészséget nem veszélyeztető biztonságot működtetést garantálja, tehát ez a fővizsgálat. Nézzük is meg a szerkezeti vizsgálatot. A szerkezeti vizsgálat nem más egyébként, mint a fővizsgálat kis testvére. Amiben a vizsgálat különbözik a fővizsgálattól az az, hogy a műszeres vizsgálatot, például túlterhelési vizsgálatot, fékhatásmérést, ekkor nem kell elvégezni. De ettől függetlenül mindannyian a szerkezeti egység épségét ellenőrizni kell, ami befolyásolhatja, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos működtetést. Szerkezeti vizsgálat gyakorisága az üzemi csoportszámok alapján lehet 3, 4, 6, 7 vagy 8 hónap. Biztonság technikai vizsgálat A biztonság technikai vizsgálat tulajdonképpen munkavédelmi és műszaki szempontú vizsgálat, melyben az üzembehelyezéstől kezdve 5 évenként el kell végezni. Végeztetni, vagy végezni. Tehát a géppel kapcsolatos vizsgálatok a következők voltak: fővizsgálat, ott mindent vizsgálnak, szerkezeti vizsgálat, ott ugye a túltelhelési vizsgálatot és a fékhatást nem nézik, és illetve a biztonsági vizsgálat, amit 5 évente kell végezni. És nagyjából szerintem a 16. rejszalit végeztünk is volna. Köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!